Liszt, rizs, olaj. Többek között ezeket az alapélelmiszereket kapta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gyermekvédelmi központ egy alapítványtól. Az ajándékot különleges ellátást igénylő gyermekek kapják. Az átadáson a központ megbízott intézményvezetője kiemelte, az így megspórolt kiadást a nyári szüneti programokra költhetik majd. Nem azt váltja ki, hogy nálunk nincs mit tenni, nincsenek meg ezek az alapvető élelmiszerek, vagy ezeknek a fedezete, természetesen ez mind adott, viszont ennek az adománynak az értéke, hogyha ezt nem kell saját költségvetésből finanszíroznunk, ezek átcsoportosíthatóak. A hazai élelmiszerlánc alapítványa már évek óta segít a hátrányos helyzetben élőkön. Az idei már a negyedik alkalom, hogy Szabolcs megyében is adományoznak. 2010-ben az árvíz károsultak megsegítésére, majd később a Vörösiszap katasztrófa, tehát katasztrófa által elszenvedett lakosok számára nyújtott segítséget, és ezek után nem voltak ilyen nagy horderejű károk, amit a Coop támogatni tudott. Így úgy gondolta, hogy a folyamatosan szükséges támogatnunk a kiemelten hátrányos helyzetben lévő és különleges bánásmódot igénylő gyermekeket. A megyébe érkezett 9 tonnányi adomány összesen 894 diáknak biztosítja majd az alapélelmiszereket. Az átadáson a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal főigazgatója kiemelte, a kormány támogatása mellett a civil segítség is fontos. Én azt gondolom, hogy ma már ez a fajta példa, ez a fajta építkezés elengedhetetlen. Tehát mindaz, hogy a külső cégek, külső szervezetek, egységek tudják támogatni a megyében élő lakosságot is például. A civil segítségen túl a kormány is támogatja a gyermekek étkezését, közölte a térség országgyűlési képviselője. Idén évtől már úgy működik, hogy minden szünetben, így a nyári szünetben, az őszi szünetben és a téli szünetben is ingyenes étkeztetésben részesíti a kormány gyerekeknek. Erre 5,6 milliárd forint van elkülönítve. Tehát azt gondolom, hogy a gyerekekről való gondoskodás és a családokról való gondoskodás ez egy külön kategória, és a kormány programjában és a kormány szándékában ez első helyen szerepel. A Máté Szalkai diákok táncos zenés műsorral köszönték meg az alapítvány újbóli támogatását.